Köszöntöm Önöket! Folyamatosan emelkedik az ingatlan adásvételek száma. Az okokról Déri Attilát, az Otthoncentrum vezető elemzőjét kérdezzük. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát pontosan miért pörög ennyire az ingatlan piac? Ugye ez már egy másfél éve tartó folyamat lassan. Az idei évben indult meg leginkább a piac, illetve ennek már 2014-ben is voltak előzményei. Alapvetően a kereslet növekedése az, ami most nagyon hajtja a piacot. Két tényezőre vezethetjük ezt vissza. Egyrészt Budapesten, a vidéki nagyvárosokban sokan vásárolnak befektetési céllal, hiszen 6-7-8%-os hozamokat lehet elérni most ingatlan bérbeadásból. Illetve nagyon sokan vannak azok, akik a válság évei alatt elhalasztották a vásárlásukat, nem bíztak a jövedelmükben, nem látták olyan jól a jövőjüket, ezért nem mertek belevágni vásárlásokba, ingatlan vásárlásokba. Persze az élet nem állt meg, és azok az élethelyzetbeli változások megtörténtek, amelyek egyébként egy lakásvásárlást jelentettek volna, házasságkötések, gyerekszületések ugyanúgy voltak, csak ez nem valósult, vagy nem követte ezeket lakáspiaci tranzakció. És nagyon-nagyon sokan vannak azok, akik hát igazából 2009 és 2013 között elhalasztották a vásárlásokat, és azt látjuk, hogy ők szépen lassan a piacra lépnek. Úgyhogy alapvetően ez a két tényező, ami most komoly keresletbővülést hoz a piacra. Az idei évben például országos szinten már ilyen 140-150 ezer körüli lakás adásvételt várunk. Csak egy összehasonlításképpen a válság ideje alatt ez nagyjából ilyen 80-90 ezer körül volt. A válságot megelőzően mondjuk úgy, hogy egészséges vagy egy egyensúlyi szint pedig ilyen 170-180 ezer körüli tranzakciószámot jelentene. Tehát nem vagyunk még a válság előtti szinten, de nagyon közel vagyunk. Budapest egyébként mennyire képvisel húzóerőt? Budapest mindig is, illetve minden szempontból az ország központja, a lakáspiaci szempontból is az egyik meghatározó az összes tranzakción belül. Az árak is jobban emelkedtek valamelyes Budapesten, illetve ez a befektetői kereslet, amit az előbb említettem, itt is Budapesten az egyik legerősebb, kimondottan a belső kerületekben, mind a pesti oldalon, mind a budai oldalon. Egyébként Buda mennyire keresett az első, második és a 12. kerület, és itt mondjuk az árak hogyan emelkedtek, hogyan változtak az elmúlt fél évben? Mindegyik kerület keresett, ugye az első kerület az alacsonyabb lakóingatlan szám miatt, mármint az állomány ugye nem olyan nagy, itt azért alacsonyabb tranzakciószámokat, kevesebb adásvételt látunk, de azért itt is lehet látni növekedést, a második, 12. kerület is népszerű. Nagyjából egy ilyen 20% körüli emelkedést lehet látni ezekben a kerületekben is. Ugye fontos tudni, hogy ezek átlagon fölüli négyzetméter ára rendelkező kerületek. Például a használt téglalakások esetében a budapesti átlagár ilyen 330 ezer forint körül alakul. Az első és a második kerületben téglalakások, használt téglalakások esetén pedig 410 ezer forint körül, de még a 12. kerületben is átlag fölött ilyen 370-380 ezer forint körül átlagos négyzetméter ára lehet számolni, de ugye ezek, ahogy mondtam, már magasabbak az egy évvel korábbi áraknál. Hogyan változott a tranzakciószám az első fél évben az Önök mérései alapján? Nagyjából egy 40%-os többletet lehet látni az első fél évben, a tavalyi első fél évhez képest. A mélypont 2013 volt árak és tranzakciószámok tekintetében. 2014-ben már volt egy jó 20%-os emelkedés, és az első fél év, az idei első fél év még innen is erősebb, szinte dupláját hozta. Tehát most lehet egyértelműen látni, hogy fellendült a piac. Most van egy nagy ugrás a befektetőknek köszönhetően. Én úgy gondolom, hogy a jövő évben vagy a jövőre nem gondolkodhatunk, vagy nem várhatunk ilyen drasztikus növekedést, de az előbb említett elhalasztott vásárlások mindenképpen egy stabil alapot jelentenek akár 3-4 évig kitartó növekedésnek. Egyébként, aki azt fontolgatja, hogy lakást vagy ingatlant vásárol, neki érdemes még várni a következő egy évben? Az tény, hogy Budapest
Budapesten egyértelműen látszik az, hogy a befektetők minél gyorsabban szeretnének a piacra lépni, ugye akik spekulatív célból vásárolnak, ha minél előbb vásárolnak, akkor a látható áremelkedési pályához viszonyítva most még jól jó áron tudnak vásárolni, ezért nagyon-nagyon sokan lépnek most ilyen céllal egyszerre rövid időn belül a piacra, ami komoly keresletbővülést, ami komoly árnövekedés hozhat. Úgy gondolom, hogy egy igazi buborék, árbuborék nem alakul most ki a lakáspiacon. Az valószínű, hogy ez a 20%-os növekedés a következő évben már nem fog ilyen magas lenni, én inkább ilyen 5-10% körülére gondolok, de nem gondolom, hogy a befektetői kereslet visszaesése vagy eltűnése komoly árcsökkenést hozna a piacra, hiszen vannak azok, akik saját célra vásárolnak, és eddig elhalasztották a vásárlásaikat. Ők most vagy kedvezőbb hitelfeltételekre várnak, vagy még gyűjtik a tőkéjüket, hogy piacra tudjanak lépni, vagy úgy gondolkodnak, hogy az emelkedő árak miatt a mostani lakások ára is emelkedik, és egy kicsit később fognak piacra lépni. Tehát amint ez a befektetői kereslet egy kicsit alább hagy, lesz utánpótlása a vásárlói rétegnek. Ha csak nem történik valami komoly gazdasági változás negatív irányba, akkor úgy gondolom, hogy árcsökkenés nem nagyon várható a piacon. A családi otthonteremtési kedvezmény kiterjesztése mennyiben adhat új lendületet a piacnak? Ez inkább a vidéki területeken jelenthet keresletbővülést. Ugye, ahogy mondtam, Budapesten szinte minden második vásárló befektetési céllal vásárol, és ők jellemzően nem vesznek igénybe ilyen támogatást, illetve a támogatás összege az alacsonyabb vidéki átlagárak, vagy alacsonyabb vidéki ingatlan értékek miatt vidéken jelent nagyobb segítséget, ugye az ingatlan értékére vetítve ott jelent nagyobb vagy ott nagyobb arányban teszi ki az ingatlan értékét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azokon a vidéki településeken, nem feltétlenül a nagyvárosokban, inkább a kisebb városokban, kisebb településeken fog ez komoly keresletbővülést hozni, ahol most sem jellemző az, hogy befektetési célra vásárolnak, és ennek megfelelően nem is pörög annyira a piac, mint mondjuk itt a fővárosban, vagy a vidéki nagyvárosokban. Nem régen indult el ez a támogatási rendszer. Látszanak már az eredmények egyébként? Vagy a hatások? Hát pontos hatásokat most még nem látunk. Úgy gondolom, hogy erre kell egy fél évet várni, amíg ezt látjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, és hogyan fog beindulni. De úgy gondolom, hogy vidéken, ezeken a településeken mindenképpen pozitív hatással lesz. Itt a fővárosban mely ingatlanok a legkelendőbbek? Befektetési célból leginkább a jó közlekedés mellett 50-60 négyzetméteres, két és fél szobás lakásokat keresnek a befektetők. Ezek nagyjából jól kiadhatók. Ugye itt fontos az, hogy minden szoba külön nyíljon, tehát egy jó elrendezés is. Befektetői szempontból ez az egyik legértékesebb. Azoknál, akik saját célra vásárolnak, ott azért nagyon vegyes a kép. Azok, akik első lakást vesznek most, ők még mindig nagyon jó helyzetben vannak. Bár növekedtek az árak, és lassan érjük a válság előtti szintet, de azért még mindig úgymond, hogy kicsit alacsonyabb áron tudnak vásárolni. Nagyon jó hitelkamatok vannak most, tehát a hitelből vásárlásnak a költségei nagyon alacsonyak, illetve relatív alacsonyak. Az átlagos hitelköltségmutató most már forint hitelek esetében nagyjából a válság előtti devizahitelek hitelköltségmutatójának szintjén van. Tehát egyértelműen látszik az, hogy olcsó lehet hitelhez jutni, úgyhogy ők jó helyzetben van, látjuk is, hogy ők első lakásvásárlók piacra lépnek, egyszobás, másfélszobás lakásokat keresnek jellemzően a belvárosban. Van piac a luxus felső kategóriás lakásoknak is itt a budai területen is, úgyhogy igazából szinte minden kategóriában látjuk azt, hogy van kereslet. A bérleti díjak is emelkedtek 15-20%-kal az adatok szerint. Pontosan miért?
Ugyanaz látszik, mint az adásvételek esetében, hogy nőtt a kereslet az albérletek iránt. Az albérletpiacról azért nehézebb egy kicsit következtetéseket levonni, mert nem tudjuk pontosan megmondani, hogy adott időszakban hány bérleti szerződés kötetett. Ugye amíg az adásvételek esetében minden szerződés az illeték kivetési szabályok miatt regisztrálásra kerül, ugye a NAV vezeti ezt az adatbázist, és meg tudjuk mondani, hogy hány adásvétel volt egy adott időszakban. Bérleti szerződéseknél nincsen ilyen központi adatbázis. Azért azt is látni kell, hogy ez a szegmens azért valamennyire a gazdaság fekete szürke zónájában van, tehát hogy nem minden tulajdonos szeretné publikussá tenni a szerződését. Ezért a saját tapasztalatainkra tudunk csak hagyatkozni. Mi azt látjuk, hogy nőtt egyértelműen a kereslet. Ugyanúgy, ahogy beindultak a vásárlások a lakáspiacon, és az emberek mernek hosszú távú döntéseket hozni, meghozni azokat az elhalasztott vásárlásra vonatkozó döntéseket, amit ugye az előző időszakban nem mertek, ugyanúgy az albérletpiacon is beindult ez a fajta változás, ez a fajta mozgolódás. Ki keresik az albérletek? Itt Budapesten? Budapesten a városba költözők, fiatalok, fiatal pályakezdők, igazából vegyes a kép. Azt akartam mondani, hogy a nyugati városok, a Győr, Sopron, Szombathely példája nagyon jó erre, ott ugye nagyon sokan költöztek az új munkalehetőségek miatt azokba a városokba, és komolyan megnyomták az albérleti árakat. Valami hasonló zajlik le most Budapesten is, nem feltétlenül azért, mert nagyon sok új munkalehetőség jött létre most Budapesten. Ugye mindig is Budapest volt az ország központja, tehát a munkaerő vagy a munkakínálat szempontjából egy előnyös hely. Most hozzák meg azokat a döntéseket szerintem, amik a lakhatást, az elköltözést is érintik, és ez egyértelműen látszik a kereslet megugrásában. A turizmus mennyiben pörgeti az albérletpiacot, mennyiben segíti? A turizmus olyan szempontból van hatással, hogy főleg a turisztikailag kiemelt helyeken többen gondolkodnak abban, hogy rövid távú bérbeadással hasznosítják a lakást, a megvásárolt lakást. Ez azt jelenti, hogy turistáknak adják bérbe akár egy pár éjszakára is. Erről sincsen sajnos pontos adatbázis, hogy milyen arányban van a hosszú távú és a rövid távú bérbeadás. Azokban a kerületekben, a belsőpesti kerületekben egyértelműen lehet látni ennek a hatását, hogy többen választják ezt a befektetési formát, de nem gondolom, hogy ez önmagában magyarázatot adna a lakás bérleti díjak emelkedésére, hiszen a bérleti díj emelkedése 8. 9. kerületben, 11. kerületben is egyértelműen érezhető, amelyek turisztikailag szempontból nem annyira frekventáltak, tehát lehet, hogy a belváros ez valamennyire hozzátesz ahhoz, hogy a kínálat ugye ezáltal szűkül a hosszú távú bérbeadásra, alkalmas kínálat, és ez egy picit nyomhatja fel az árakat, de ahogy mondtam, ez szinte egész Budapestre jellemző ez a tendencia, úgyhogy nem csak ez van a háttérben. Összességében merre tart a piac négyzetméter árakat, illetve eladások számát tekintve? Úgy gondolom, hogy egy 3-4 év jó időszak, emelkedő időszak áll előttünk. Ez a befektetői vásárlás, ez valószínűleg alá fog hagyni, hiszen ha belegondolunk, akkor Budapesten is egy 15-20 millió forinttal kell rendelkezni annak, aki mondjuk a belvárosba szeretne egy jól kiadható lakást vásárolni. Értelemszerűen az ilyen befektetők száma korlátos, de azok az elhasztalt vásárlások mindenképpen tolni fogják az ott visszaeső keresletet, és egy nagyon stabil növekedési pályára állíthatják a lakáspiacot. Én úgy gondolom, hogy évente ilyen 5-10%-os áremelkedéssel lehet most még kezdetben számolni, aztán ez valószínűleg alá fog hagyni, és most ugye van egyértelműen reálérték növekedés a lakáspiacon, valószínűleg hosszabb időtávon már csak a nominális növekedés, tehát a reálérték megtartása lesz a jellemző. De ugye ez még nagyon sok minden befolyásol, hogyha ennyire előre azért nehéz látni. Az mindenképpen pozitívum, hogy a hitelkamatok csökkennek, és úgy néz ki, hogy a hitelezés is kezd fellendülni, hiszen az adhat még egy nagy lökést a lakáspiacnak, de úgy gondolom, hogy egyértelműen pozitív,
pozitív az előttünk álló jó pár év. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.